Ludovika Podcast. Tudomány mindenkinek. Választási eredmények manipulálása a közösségi média felhasználók adatainak megszerzésével. Lövöldözés, gyilkosság, bűnesetek közvetítése élőben. Csak pár példa annak illusztrálására, mennyire kiszolgáltatott helyzetben vagyunk mi, felhasználók, és mennyire fontos lenne a nagy tech cégek szabályozása. Annál is inkább, mert kutatások szerint világszerte mind több a mentálisan sérülékeny vagy beteg ember. A COVID időszaka alatti bezártság és stressz, majd a geopolitikai konfliktusok és háborúk pedig erre még egy lapáttal rátettek. Nincsenek jó állapotban a nyugati társadalmak. A technológiai vállalatok pedig, amellett, hogy sok tekintetben megkönnyítik életünket, kapcsolódásainkat, nagy és nehezen észrevehető hatású terheket is tesznek a vállunkra, mindennapjainkra. Kinek a dolga a megregulázásuk, és hol tart-e folyamat ma? A Ludovika Podcast mai adásában erről beszélgetünk. Kovács Ágnes Lilla vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos portáljának, a ludovika.hu magazinnak a főszerkesztője, a stúdióban pedig szeretettel köszöntöm mai adásunk szakértőjét, Ceceli Viviant, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének kutatóját. Szervusz, köszöntelek! Köszöntöm én is a hallgatókat! Mindenekelőtt azt javaslom, hogy tekintsük át a piaci szereplőket. Amikor tech cégekről beszélünk, mely vállalatokra és milyen tulajdonúakra gondolunk, mely országokhoz kapcsolódó cégeket értjük-e fogalom alatt? Igen, ha megnézzük ezeknek a nagy technológiai cégeknek az országok közötti eloszlását, akkor egyértelműen azt látjuk, hogy két ország dominál, méghozzá az USA, illetve Kína. Ha vetünk egy pillantást a Fortune 500 listájára, akkor azt láthatjuk, hogy a legnagyobb cégek közül 136 tartozik az Egyesült Államokhoz, viszont itt jön egy meglepő adat, ugyanis azt láthatjuk, hogy a kínai vállalatoknak a száma ezt már meghaladja, ugyanis 142 kínai vállalat szerepel ezen a listán, és ami szintén egy érdekes adat ehhez kapcsolódóan, hogy Európa meglehetősen alul teljesít, ugyanis ha három legnagyobb országot nézzük, ugye itt most Németországra, Egyesült Királyság, illetve Franciaországra gondolok, akkor ők együtt csupán 73 vállalattal tudnak hozzájárulni ehhez a listához. Ugye, ha picit konkrétabban nézzük, hogy milyen vállalatokról van szó, akkor az amerikaiak közül kiemelhető az Alphabet, ugye, ami korábban a Google csoporthoz tartozott, illetve hogyha korábban azt az elnevezést kapta, illetve az Amazon, az Apple, a Meta, illetve a Microsoft, illetve ezt az ötös listát szokták még kiegészíteni két másik vállalattal, az Nvidia-val, illetve a Tesla-hoz. Ugye Kínát tekintve pedig megemlíthető a Baidu, Alibaba, a Tencent vagy a Xiaomi, tehát hogy azért a kínai technológiai vállalatok azok nagyon szépen előre törtek az utóbbi évtizedekhez, és tényleg, ha csak egy aktuális példát mondunk, ugye a Temu, ami hát az európai piacokat is elég szépen elárasztja a maga olcsó termékeivel, de az amerikai diszkont üzletláncokat is 17%-ban kontrollálja, illetve dominálja, tehát ott is nagyon erős a jelenlét, de a másik pedig a TikTok, ami szintén kiemelkedő, ugyanis tényleg néhány év alatt a semmiből 2021-re a legtöbbet látogatott weboldallá nőtte ki magát. Ehhez képest Európában, akiket megemlít, az például az ASML, egy chipgyártó cég, illetve az SAP, vagy a Schneider Electric, de ezen kívül úgy nem igazán említhetünk meg más nagyobb ilyen technológiai kötődésű vállalatokat. Mi ennek az oka? Miért maradt le Európa? Általában talán a szigorú szabályozást szokták okként megjelölni. Így van, a szigorú szabályozás az mindenképp egy fontos mozzanat ebben, hogy miért így alakult, viszont vannak más tényezők is. Ugye alapvetően elmondható, hogy az EU-s cégek azok sokkal kevésbé profitábilisek, mint mondjuk az amerikai cégek, bevétel növekedésük is lassabb, hát ez például visszavezethető olyan okokra, hogy a kockázati tőke felhalmozása az EU-ban azért nem működik olyan gördülékenyen, mint az amerikai Egyesült Államokban. Nincsenek egy olyan jól
kiépített rendszere, a kockázati tőkepiacok kevésbé mélyek, az emberek sokkal kockázatkerülőbbek, és például, ha a számadatokat nézzük, akkor az is látható, hogy USA központ, vagy USA székhelyű vállalatokba nagyjából egy év alatt, méghozzá 2022-ben 38 ezer milliárdot fektettek be, euróban számítva, és ehhez képest az európai cégek mindössze 10 ezer milliárd eurót gyűjtöttek össze. Tehát azért itt is elég erőteljesen látszik ez a különbség. Egyébként érdekes az, hogy ekkora differenciát láthatunk, ugyanis azért népesség tekintetben, tehát a piac méretét tekintve azért nem beszélhetünk olyan drámai különbségekről. Sőt, lényegében ugye az EU-nak a népessége az még valamennyivel magasabb is, illetve a népesség sűrűség is magasabb. Tehát, hogy ilyen szempontból ez nem kellene, hogy problémát jelentsen. Viszont azért mégis elmondható, hogy az EU-s piac az sokkal inkább széttöredezett, szétaprózódtabb, és itt arra gondolok, hogy nyilván beszélhetünk itt az Európai Uniós egységes piacról, ami tényleg jelentős előrelépéseket tett itt az évtizedek során, de azért mégsem hunyhatunk szemet a fölött, hogy mégiscsak nagyon sok különböző nyelvről van szó, tehát ha a vállalat terjeszkedni akar, akkor nem olyan könnyű helyzetben van, mint egy amerikai vállalat, hogy angol a közös nyelv, nagyjából hasonló kultúráról van szó, hanem azért különböző országokban ezek mind eltérőek, és nagyon sok esetben még a szabályozásokra is igaz az, hogy az egyes országokban eltérőek. Tehát nagyon nagyok ezek a kulturális különbségek, ugye nem csak abban, hogy mennyire szívesen fektetnek be vállalatokban, hanem látjuk, hogy más szempontból is. Tehát Európában alapvetően sokkal fontosabb ez a kollektív biztonság, ez a társadalmi védőháló. Ez ugye EU-s szinten is megjelenik abban, hogy ugye azért a szabályozások is jóval kiterjedtebbek, míg ugye Amerikában ez a just do it szemlélet érvényesül, ugye az egyéni kockázatvállalás, az egyéni lehetőségeknek a kibontakozása, illetve tényleg az egyéni kockázatvállalás az lényegében felülírja ezeket a szempontokat. Szabályozás szempontjából hogy néz ki a rangsor e között, a három erőtér között? Igen, erre van egy ilyen nagyon érdekes megközelítés, ami azt mondja, hogy Amerika biztosítja a szoftvert, Kína a hardvert, illetve EU pedig a szabályozást. Tehát, hogy nagyjából így oszlanak el ezek a szempontok az egyes erőközpontok között. Nyilván ez a szabályozás, ez valamilyen szinten azt is maga után vonja, hogy a startupok, tehát ezek a fejlődni kívánó technológiai vállalatok, ezek nem tudnak olyan nagy mértékben növekedni, mint mondjuk az USA-ban, és ugye hát miért? Mert hogy ez jellemzően ugye magasabb költségeket jelent, illetve magasabb bürokráciát is. Tehát, hogy van ez a fajta megközelítés, hogy a szabályozás az hátráltatja az innovációt, lemaradást okoz, és hát ennek pedig aztán sokkal szélesebb következményei is vannak. Ugye nézzük akkor ezt a három erőteret részletesebben, hogy hol mi a helyzet szabályozás terén. Hát ugye Kínában mindenképp a kormányzatnak, illetve a kínai kommunista pártnak ezt az idézőjelben mindenható szerepét lehet kiemelni, ugye, hogy mindent igyekszik kontrollálni, igyekszik megszilárdítani a tekintélyét e fölött a vállalatok felett. Ez igaz mind a hazai, mind pedig a nemzetközi szintérre. Ugye itt a kormányzatnak abban is szerepe van, hogy azért igyekszik támogatni a vállalatokat. Ugye igyekezett nagyon sokáig hagyni ezeket a vállalatokat nőni, úgyhogy hogy tulajdonképpen nem is nagyon voltak megfelelő szabályok. És akkor ugye ez a kínai szabályozás, ez így néhány évvel ezelőtt indult el, hogy akkor viszont kezdett keményebben fellépni a kínai kormányzat, és ugye itt a kormányzatnak a szerepe azért olyan szempontból is nagyon fontos lehet, hogy azért ha kormányzati kontroll erős, akkor azért az adatokhoz való hozzáférés is elég jelentős lehet, tehát ugye a kínai kormányzat azért hozzáfér az adatokhoz, illetve azáltal, hogy ilyen szoros a kontroll az állam, illetve vállalatok között, lényegében a kínai állam az ki is választhatja, hogy ki az a vállalat, akit ő közvetlenül támogat, akit ő szeretne, hogy minél nagyobb növekedést tudjon elérni. És akkor ugye az amerikai szabályozási rendszer, illetve hogy ott mi az attitűd ehhez képest. Ugye nagyon sok amerikai vállalat
köztük ugye a már korábban említett Amazon, Facebook, Google, Airbnb, ezek mind-mind a kezdeti szakaszokban nagyon sokat tudtak profitálni ebből az amerikai szabályozási vákumból. Ugye itt arra kell gondolni, hogy Amerikában jellemző az a fajta megközelítésmód, hogy egy iparágnak a kibontakozásakor, vagy mondjuk, ha itt most gondolunk az AI szektorra, tehát kezdetben ezek a szabályok, ezek nincsenek annyira kiépülve. Tehát, hogy hagyják azt, hogy a vállalat az kibontakozzon, növekedjen, profitábilissá váljon, és majd miután megerősödtek, vagy majd miután ez a szektor jobban előre tör, utána kezdik el jobban a szabályokat kiépíteni, illetve ehhez igazítani. Tulajdonképpen eddig, amit elmondtál, az indulás tekintetében nincs nagyon nagy különbség az amerikai, meg a kínai kormány, vagy gazdasági vezetés, gazdaságpolitika között a tekintetben, hogy jó darabig hagyják kibontakozni és megerősödni a vállalatokat. Hát inkább úgy mondanám, hogy Kínában így inkább ez utóbbi évtizedekben inkább ciklikusan történt meg. Tehát az 50-es években volt egy olyan politika, hogy az egyenlőségre törekedtek, és akkor hát ez sok esetben a hatékonyság rovására ment. És akkor utána elkezdett kibontakozni egy olyan szemléletmód, hogy akkor viszont termeljük ki a nagy kínai óriás vállalatokat, tehát hogy hagyjuk, hogy hadd gazdagodjanak meg. Nagyon sok ma is létező kínai cég, nemzetközi cég kezdett el ilyenkor kiépülni, illetve erősödni, és akkor az utóbbi években volt, vagy hát inkább egy évtizedet mondanék, amikor viszont jött ez a fajta szemléletmód, hogy nagyon sok erős, illetve hatékony kínai vállalat van, akik tényleg nemzetközi szintéren is megállják a helyüket, viszont irtozatos méreteket ölt az egyenlőtlenség az országban. Ez egyébként Amerikára is igaz, de Kínában is tényleg drámai az egyenlőtlenségnek a mértéke, és akkor nyilván egy szocialista, kommunista országban azért ez az egyenlőtlenség, ez kevésbé tolerálható. Tehát itt akkor megint elkezdett fellépni a kormányzat, és azt mondani, hogy akkor viszont megadóztatjuk a tech cégeket, fellépünk egy erőteljesebb szabályozással, és majd a kínai kormányzat eldönti, hogy meddig érhet el a vállalatok keze. Ugye ez összefügg azzal is, hogy azért Kínában nem biztos, hogy engedélyezett az, hogy egy vállalat az túlnője magát a kormányzatot. Tehát azért itt a két országnak a mentalitása azért mondhatom azt, hogy merőben eltérő. Tehát egy kicsit az újraelosztást akarja propagálni a kínai kormányzat, szemben az amerikaival, ahol a beavatkozásnak vagy a szabályozásnak más a fókusza. Igen, Kínában abszolút megjelenik az újraelosztás, de Amerikában is bizonyos tekintetben beszélhetünk erről, de teljesen más megközelítésmódban. Ugye Amerikában is óriási az egyenlőtlenség, ugye nagyon sokszor felrólják ezeknek a nagyvállalatoknak, hogy aránytalanul kevés az az adó hozzájárulás, amivel ők a költségvetést támogatják. Főleg ugye most a jelenlegi magas adóssághelyzetben, ahol ugye a költségvetés az mindenhol problémákba ütközik, tehát hogy még inkább nagy szükségük lenne a bevételekre, tényleg ott is az egyenlőtlenség az egyre csak növekszik, tehát hogy ott is azért közgazdászok sok esetben megfogalmazták már, hogy szigorúbban kellene fellépni ezekkel a vállalatokkal szemben. Ahogy említetted, most már nagyon sok technológiai vállalat teljesít jól világszinten. Ők egymásnak egyébként versenytársai? Közben meg egymástól is függenek. Hogyan alakul az ő kapcsolatrendszerük? Igen, itt is nagyon érdekes az amerikai, illetve a kínai viszony, ugyanis Kína esetében nagyon sokszor halljuk ugye ezt a nagy tűzfalat, illetve hogy elég erőteljesen fellépnek az amerikai vállalatokkal szemben, ugye igazi riválisokként tekintenek rá, de azért, hogyha picit visszamegyünk időben, akkor azt látjuk, hogy azért itt is megint jóval komplexebb ez a téma, ugyanis hát mondhatjuk azt, hogy a kínai vállalatok azok nem tudtak volna felemelkedni az amerikai segítség nélkül, és ennek ilyen több szakasza van, amit ki lehet emelni.
Például az, hogy régen ennek a kínai tech-szektornak a kiemelkedése, felemelkedése, ez az 1980-as, 90-es évekre tehető, amikor először indult el az, hogy a kínaiak azok amerikai egyetemeken kezdtek el tanulni, vagy hogy lehetőségük nyílt az amerikai oktatási rendszerben részt venni. És hát ellentétben más országokkal, például Indiával, ahol az indiaiak nagyon sokszor inkább Amerikában maradtak, és ott a vállalati ranglétrán kezdtek el felfelé lépkedni. A kínaiak azok elhelyezkedtek nagy nevű cégeknél, például a Silicon Valley-ben, majd miután ott tapasztalatot szereztek, ők hazamentek vissza az anyaországba, és ott elkezdték kiépíteni a saját vállalataikat. És hát lényegében ezt követően, miután kiépültek a hazai vállalatok, globális törekvésekre tettek szert, illetve hát lényegben ki is építették, mert hogy most már láthatjuk azt, hogy azért globálisan is elég jelentősek ezek a vállalatok. De a verseny azért nem áll meg a két erőtér között, ugyanis azáltal, hogy az okos telefon használat az egyre inkább belterjed, azáltal, hogy nő a jövedelem a feltörekvő országokban, ugye ott is egy újabb piac nyílik meg, tehát azért versenyeznek ezekért a régiókért, ezekért az országokért, mind Kína, mind Amerika, viszont érdekes, hogy teljesen más stratégiát alkalmaznak, ugyanis az amerikai cégek azok lényegében a hazai üzleti modellt próbálják meg lemásolni, és ezt külföldön alkalmazni. Tehát lényegében ugyanazt a struktúrát, ugyanazt a szolgáltatást biztosítják a külföldi országokban, a külföldi piacokon, míg a kínai vállalatok inkább azt csinálják, hogy felvásárolnak egy helyi vállalatot, és azt próbálják tovább fejleszteni. Ugye az utóbbi ez akkor lehet előnyös, hogyha mondjuk szükséges a helyismeret, ha szükséges a helyi egyedi jellegzetességeknek az ismerése, míg mondjuk egy a szolgáltatás esetében, mondjuk egy videószolgáltatás esetében ott azért olyan nagy különbségek nem lehetnek a két országot tekintve. Aztán ami még itt megemlíthető, hogy azért Amerika is eléggé függ a kínai piactól, ugyanis nagyon sok olyan amerikai nagyvállalat van, akinek az értékesítése, illetve az ebből származó bevétel, az nagymértékben függ a kínai piactól. Tehát megemlíthető itt például az Apple, akinek az iPhone eladásai azok sokkal jobban teljesítettek az utóbbi évben, mint Kínában, mint az Egyesült Államokban, de a Tesla is megemlíthető, akinek a bevételének csak nem 20%-a származik Kínából, tehát azért egy jelentős piacot jelent Kína is az Amerikai Egyesült Államok számára. Említettük, hogy Európa nagyon élen jár a szabályozásban, ami jelenleg úgy tűnik, mintha versenyhátrányt okozna. Ez a versenyhátrány középtávon is megmarad, vagy megfordulhatnak a trendek, és akár a másik két erőtérben is előtérbe kerülhetnek a szigorúbb szabályozások? Ezt hogy látod? Igen, tehát amikor versenyképességi szempontokat vizsgálunk, akkor hajlamosak vagyunk arra a következtetésre jutni, hogy Európa biztosan vesztese ennek a játszmának a szabályozások miatt, és hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy azért ezek a szabályozások azért elég előteljesen védik a fogyasztóknak a jogait, akár csak ha a személyes adatokra gondolunk, jóval nagyobb biztonságban lehetnek az európai felhasználók, sokkal erőteljesebben fellépnek a hatóságok a vállalatokkal szemben, és mivel ugye hát lényegében nem, látjuk azt, hogy nincsenek ilyen nagy európai óriás vállalatok, akik miatt azt gondolnánk, hogy azért lép fel a szabályozás, hogy őket védje, itt tulajdonképpen sok esetben ugye tisztán az etikai célokra tud fókuszálni, és azt nézni, hogy mondjuk mennyire veszélyezteti bizonyos tartalom a gyermekeket, vagy ahogy ugye az elején hallhattuk, az embereknek a szellemi épségét, tehát ez azért hasznos lehet, illetve a másik pedig, hogy abban az esetben, ha mondjuk a külföldi nagyvállalatok, mondjuk egy amerikai nagy technológiai cég
próbálna betörni az európai piacra, akkor az azt jelenti, hogy neki alkalmazkodnia kell az európai szabályokhoz. Ez pedig azt jelenti, hogy neki a szolgáltatását vagy a termékét azt ennek megfelelően kell, hogy kialakítsa. Viszont ha ennek megfelelően alakítja ki, akkor az azt is maga után vonja, hogy az európai szabályozás az lényegében nem csak európai lesz, hanem tovább fog gyűrűzni, és máshol is alkalmazni fogják, hiszen sokkal egyszerűbb, ha nem kell többféle terméket vagy szolgáltatást létrehozni. Tehát ebből a szempontból pozitív, illetve amikor a versenyképességet nézzük, illetve ezeket a profit számokat, akkor azért hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, amit szintén az előbb említettünk, hogy az egyenlőtlenség az hogyan alakul, tehát hogy lehet, hogy nagyon sok pénzt tudnak felhalmozni, de nem biztos, hogy ez előnyös a társadalom szélesebb rétegei számára, ha aránytalanul oszlik meg ez a bevétel. Ebből a szempontból akkor jó hír, hogy talán az európai mentalitás és szabályozás kiterjesztése várható. Elmondhatjuk, hogy igen. Köszönöm szépen Ceceli Viviennek, hogy a vendégünk volt, hallgatóinknak pedig, hogy velünk tartottak. Önök a Ludovika podcastot hallották, várjuk Önöket legközelebb is. Viszonthallásra! Köszönöm én is a figyelmet. Viszonthallásra! Ludovika Podcast. Tudomány mindenkinek.